Grayson Wayne Kirby egyformon nőtt fel a virginiai Studleyban. Így mindig is otthon érezte magát a traktoron. Mégis jobban szereti a gyorsabb járműveket. Mindig kellett lennie egy motornak. Mindig azt akarta, hogy legyen bármi, ami működik és kereke van. Mindegy mi volt, ha gurult, ráült. 2014. június 7-én este a 30 éves Grayson egy barátjával autózott. Épp elkezdtek volna driftelni egy nyílt téren, amikor egy kátyúba ütöttek és megpördült az autó. Grayson kiesett a kocsiból. A barátja kisebb sérülésekkel megúszta. Ő hívta fel Grayson szüleit is, de nem sokat közölt velük. Annyit mondott, hogy történt egy kis baleset fent a farmnál, és Grayson megsérült. Mentőhelikopterrel bevitték a kórházba, és azt kérik, hogy menjünk be a feleségemmel. Ahogy mentünk a garázsba az autónkhoz, a konyhaajtó melletti székre leültem, és a feleségemet, ahogy éppen elment mellettem, megragadtam, és az ölembe ültettem. Azt mondtam neki, nem tudom, mi történik, de nem jó dolog, az biztos. Imádkoznunk kell, át kell adnunk ezt Istennek, mielőtt nekivágnánk az útnak. A kórházban aztán megtudták, hogy Grayson komoly fejsérülést szenvedett. Azon kívül számos csontja eltört, megsérült több szerve, még a tüdeje is összeesett. Az orvosok kevesebb, mint 2% esélyt adtak arra, hogy túléli. Ahogy láttam a fiamat ott feküdni feldagadva, majdnem felismerhetetlenül, csövekkel volt tele a teste. Sokkos állapotba kerültem. Anyaként helyre akartam tenni, de nem tudtam megoldani. Nem tehettem semmit. A fiam haldoklott, és csak imádkozni tudtunk. Az orvosok lélegeztetőgépre tették Graysont. Ekkor már a barátok és a többi családtag is eljött, hogy segítsenek, és együtt imádkozzanak. Még a közösségi médiában is közzétették a történteket. Oxigén szintje javult, így az orvosok levették a lélegeztetőgépről. Mindenki reménykedett, amíg az MR vizsgálat megmutatta, hogy több sztrókja és agyi bevérzése volt. Nem felejtem el a rezidens arcát, ránk sem tudott nézni, csak a padlót bámulta, miközben beszélt hozzánk, és azt mondta, ha Grayson fel is ébred, az 2 hónapnál hamarabb nem valószínű, és nem tudjuk megmondani, mi lesz akkor. Én viszont visszakérdeztem, hogy arra gondol, hogy vegetatív állapotban lesz? Ez annyira feldúlt minket. Reményt kaptunk idáig, mert javult az állapota, most meg megtudtuk, hogy talán fel sem ébred soha. Ha mégis, akkor meg lehet, hogy nem fog működni az agya. Ahogy újra Istenhez imádkoztam, szinte hallottam, ahogy mondja, hogy Karen, a kezemben van, hát nem bizonyítottam neked ennyi idő alatt. 4 nap telt el minden javulás nélkül, aztán az apák napja utáni szerdán Wayne megkapta a legszebb ajándékot, amit egy apa csak kaphat. Egy SMS-sel kezdődött, amit a feleségétől kapott. Az állt benne, hogy gyere gyorsan. Ahogy beléptem a szobába, Grayson rám nézett, nem tudott beszélni, de a szájáról tudtunk olvasni, és azt mondta, szeretlek. Ez volt a legmegrendítőbb pillanat. A térdeim teljesen elgyengültek. Éreztem, hogy le kell ülnöm, és közben visszanéztem rá. És azt mondtam, én is szeretlek, fiam. Miután Grayson felébredt, egyből tudtuk, hogy Istennél van az irányítás, és mindegy volt, hogy mit mondanak az orvosok. Isten a legfőbb doktor, és az ő akarata érvényesül. A következő pár órában Grayson a helyes válaszokat formázta a szájával a kórházi személyzet kérdéseire. Az orvosok bejöttek a szobába, és úgy néztek, mintha azt mondanák, hogy nem erre számítottak. Ott ültünk a szoba másik felében, és azt mondogattuk, hogy mi igen, mi erre számítottunk, mi ezért imádkoztunk. Grayson állapota rohamosan javult. Napról napra egyre jobban fejlődtem. Kezdetben nem tudtam felállni, aztán tudtam, de csak 3 másodpercig. Aztán már mankóval tudtam járni. 2 hónapos rehabilitáció után Grayson hazamehetett. Egyre inkább a régi önmaga, és ez minden nap örömmel tölt el. Istennek folyamatosan hálát adok. Folyamatosan, hogy köszönöm Istenem, köszönöm, hogy megkímélted a fiamat. Graysonon ma már nem látszik, hogy komoly agysérülése volt. Már a családi farmon is újra dolgozik. Még vannak ugyan sebb helyei és egy kapucsa bal lábában, de ezek csak Isten kegyelmére és jóságára emlékeztetik. Ezek csak megerősítik, hogy Isten mennyire szeret engem, és hogy mennyire törődik velem. Isten válaszol az imákra, hallja az imákat, és ha nem kételkedünk és hiszünk benne, akkor válaszolni fog.
Bárhogy alakulnak a dolgok, Isten irányít. Nem tudom máshogy mondani, kezébe veszi a dolgot.